Zsúfolásig töltötték a gazdák a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat nagytermét. Az Agrárfórum résztvevői az uniós közös agrárpolitika pályázati lehetőségei iránt érdeklődnek. Mint az ország egyik legjobb termőterületével rendelkező térségében, a Jászságban, Kunságban is létfontosságú a klímaváltozás okozta vízhiány kivédése. A megyében elindul a vármegyei öntözésfejlesztési stratégia. Nem kisebb a cél, amit kitűztünk, mint hogy a jelenlegi 30-35 ezer hektárnyi éves öntözött területről felemeljük csak a mi vármegyénkben 100 ezer hektárra az öntözött területek nagyságát. Ehhez megvannak az adottságaink, megvan a történelmi hagyomány. Az 5 éves fejlesztési ciklusban 5000 milliárd forint fordítható agrár- és vidékfejlesztési beruházásokra, erdőtelepítéstől a gémmegőrzésen át a fiatal gazdává válásig. Szántóföldi növénytermesztést végzünk öntözetlen körülmények között egyébként, és az elmúlt éveknek a tapasztalatai alapján is jó ötletnek tűnhet, hogyha ezen tudunk valamiképpen bővíteni, tehát hogyha diverzifikáltabb lenne a gazdálkodás, akkor az a többlábon állás miatt nagy előrelépést tudna lenni, igen. Hogy pontosan mikor nyílnak meg az uniós pályázati ablakok, azt ma még az Agrárminisztérium főosztályvezetője sem tudja, de a magyar gazdák fejlesztési beruházási tervei már készen állnak a támogatások lehívására.